és nem bírom ki, hogy külön ne szólítsam meg Imreit. Úgyhogy bocsássanak meg még egy kicsit az ünnepeltről fogunk beszélni. Sok minden elhangzott Karatúri laudációjában, és tulajdonképpen az összes fontos dolog, azt hiszem elhangzott minden munkásságával kapcsolatban, de mégis néhányra szeretnék ráerősíteni. Egy építész tevékenysége miben nyilvánul meg? Épületekben természetesen, hogyha szerencséje van, vagy úgy van a megbízóval, a megépül, hogyha a számára vállalható, még a későbbi években is, hogyha az épület jól öregszik, és aztán az utókor mond róla ítéletet, hogyha az épület számára. Ez egy dolog. Erről itt hát a kerületen is sétálva meg lehet győződni. Imrének sikerült néhány emblematikus épületet elhelyezni a kerületen, amik úgy mondjam, kicsit frivolra véve a megfogalmazás címlaplányok lettek. Hát Istenem. Ez egy dolog. De amiről Gyuri beszélt, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, építészettörténészként, a kevésbé látható dolgok, ami fizikai mi voltunkban nagyon áttételesen jelennek meg, és az a tanítás, ami tanítványok munkájában nyilvánul meg, és nagyon-nagyon fontos az a hatás. A másik pedig az építészeti szakmai közéletben való működés. Hallgatózolás, nagyon kultúrált fülbesúgás, sőt, rágás, talán ez a polgármester úr, ez talán hozzászokhatni néhány dolgot, amit inkább a sejtek. És nagyon léptékben, budapesti léptékben is természetesen mire pozíciójáról adunk van, és ez megint kevésbé látható, de nagyon-nagyon fontos. Ezt az utókor már inkább dokumentumokból, interjúból tudja összehozni, hogy egyáltalán mit is csinált létezőjében. Meg más esetek hasonló kvalitás. Szóval a kevésbé látható munkásságra szerettem volna ezzel felhívni a figyelmet. A másik, ami még nem teljesen a kiállításról szól, hogy a 13. kerületben építészetileg történik valami, és már nagyon végig a történik valami. Azt lehet mondani, ez megint egy kicsit leegyszerűsítő megfogalmazás, hogy egy kortárs építészet is hajzán, jó értelemben, jó művekkel, jó áttekintés ad. Nyilván vannak jobbat és rosszabbat, és akkor mondjuk már ízlés és szakma kicsit megoszlik, de alapvetően nagyon izgalmas ez a kerület kortárs építészetileg. És ez nagy öröm. És ez tükröződik nem csak a hazai szem számára is, hanem a kiváló külföldi szem számára is. Most utalnék egy kortárs építészeti kalauzra, Budapesti építészeti kalauzra, amit külföldi szerzők állítottak össze, és ebben nagyon jelentős szerepet foglal el, hál' Istennek a 13. kerület. Ebben Imrének, Rudinak és természetesen a kerület vezetésének nagyon-nagyon fontos szerepe van. Erre nem csak a kerület lehet büszke, hanem tágabb értelemben Budapest és Magyarország is. És ez úgy. És akkor most már egy kicsit a kiállításról is. Amikor megláttam a tablókat, akkor még csak digitálisan, akkor is azt éreztem, hogy milyen örömeteket végignézni. A megszépült részleteket, ezeket az általában eredetiben gyönyörű épületeket, ez egy igazi nagy öröm volt, úgyhogy természetesen is nagyon jól esik mindenről beszélni. De hogy egy kicsit irodalmi is legyek, szeretném felolvasni a részletet, amit nagyon szeretek, és nagyjából a helyszínhez kötődik. Úgy volt város. Mikor fiatal voltam, a szerzőszer mondta, úgyhogy ez nem 1900 szájékonban, ez a város rész kerítésekből állt. A kerítések alól kutyák ugrottak ki féltestel, ugratásnak szól az
Ha itt vannak a legmaszosabb modern palották itt a 1935-ben. A palotákban, illetve a pszichoanalitikusok eredetik ki egymással a világokon. A Bridge délce amazoniai tántárnóznak kutyai fűrőszobák mélyén. Egyéb intelligens magánképviselők Moszkvát fogják rágyulni, meg a mondani 1935-ben. Így vasárnap az egész városrész, hosszú padra, az arándokkal a sárfegyvei, otthonosak az előző minden modern, és egyszerű, és ágyilagos, és egyforma. Két szoba hal az egész város mellett, tacosan, fiatalosan és lendülettel leplezik lakói halagány életük egyetlen közönte valóságát, hogy nincsen pénz, semmiszer. Ez az egyik, ami természetesen szervantartóna, de hát jelentős részben arról azokról a házakról szól, amikről nagyon sokkal lehetesebben fogunk beszélni, mindjárt. És egy kis csalással, mert hogy ezt Nőkesről mondja, de Angyalföldről nem úgy írhatta volna, szerbantan, romantika szempontjából a várom után mindjárt a kazánás következik. Hú, a nagy gépek, ezek a tanulékkal szörnyetegek. Hogyan kapcsolnak ezer fényes karjukkal, csápjukkal, hogy ordítanak, hogy topozék volnak, hogy dorombolnak elégedetten olykor, hogy okálják magukból a füstöt, az árut, az olajat. Hol kezdődik az élet, uram? Nem százszor elemel a nagy gép, mint egy idősebb asszony? A szakmunkások szerint komoly, parancsoló. Ők kidomítják ezeket a szörnyeket, ha nem vigyáznának, a gépek kivalnának a körükatra és felfalnánk cserélés gazdáikat. 12-kor megszólnak a szigének, hogy elrejöttük egy parkkal és ugrános is egy falvisíves is. Tenisztikus munkásnának összefoglalkozott a sétának a munkások előtt, akik felvillannak szalonnák. Mennyi szép van a munkásságra közt, és ilyen gondolkodatosak. Az egyszerűség rettenetesen kertőzik, lelkünk az otthon, amelyet nem tudok szellemes szavakkal szétformázni. Innentől már egy kicsit alacsonyabb színvonalú szöveg következik, mert ez már a sajátom. Hogyha sorra veszünk a házakat, nem jelenek meg, azért mindegyikkel nem fogok beszélni. A kezdet az a lánggyár, képlet a láncunk mentén, amihez azért is kötődöm érzelmileg, mert az egyik nagyapám gépészmérnök volt a lánygyárban, és turbinákkal foglalkozott, és ez volt egy turbinacsarnok, ami látható. Nem látom, de hogy én megtalálják. Amit ez a legkorábbi épület, ha jól figyeltem a kronológiát, 1896, azt hiszem Alpáriknál igen jól és az is bizonyítja, hogy az itali építészek, amiről itt Szerbantán is tett néhány nyert és megjegyzést, ez bizony egy nagyon fontos műfaj volt, és ma is az. És lehet nagyon magas színvonal a művel. Következő két ház, Bell és Alfred házaknak a nevét valószínűleg annyira nem ismeri az építészek kérdezés szakmák hívni társaságait. Bell és Alfred egy nagy vállalkozó volt és építész, és számos ingatlan fejlesztésbe vágott bele. Talán a legjelentősebb épület, amit most mindenki ismer, ez a Kossuth tér déli oldalán álló, nemrég felmagasított, már mint egy eredeti tetejét visszakapott miniszterelnökségi vagy kormányzati épület. Itt volt Bell és Alfrednak is ilyen a hangulat is a lakása, a tervezőiroda is ebben a házban volt eredetileg, és azért sokat elmond Bell és Alfred a kérdekérvényesítő képességéről, hogy egy ilyen hatalmas tudott építeni a Kossuth téri oldalán, a parlament közvetlen közelében. Száz évvel ezelőtt. A Váci úton áll két háza, amik itt látható a fényképekben. Az egyik az a Márnak volt egy irodaháza négyes régen, és nagyon ajánlom a figyelmükre a kapunknak a kultúit. Egyszer valamikor talán késő esetben maradhattam arra felé, és így teljesen magunkkal ragadtak ezek a önzött vas, pontosan most
2010-es évek Bácsi István nagyon-nagyon polgármesteri, a budapesti főpolgármesteri időszakára utalok, a kisvakásos mérházépítési akcióra, tehát a kisvonalépítési akcióra. Itt két olyan mérház is szerepel ezen a kiállításon, illetve a pályázatok során kapott a megújulásra kérdezett területi voltából, amelyek ennek a programnak a keretében épülnek. Ezekről azt érdemes tudni, hogy akkoriban az építési magasság az a 4 emeletes szintet tette lehetővé, de hát akkor is megtalálták ezt a kiskapukat elején, és a műterem, ami tulajdonképpen nem volt lakás, azért az 5. emeleten elhelyezhető volt. Aztán abban a műteremben valóban művész dolgozott el, vagy az tulajdonképpen lakásnak adták ki, ez innentől ezt már nem hívhassuk. De ezek a házak, már a két mint említett mérház, valóban műterem ház volt. A Lehel útiban például majd Károly üveg festő mester kapott, és dolgozott, és ott lehetne sorolni a különféle művészek generációit egymás után, de az ő munkáját például a Lehel úti Múzeum sarkán lévő, szintén a program keretében épült iskola mozaikjain lehet látni, amit ő készített. Majoros Károly nem annyira közismert, mint Krupniksa, de azt lehet mondani, hogy közvetlen utána következik időben is és minőségben is. A másik bérházban, másik Krupniksa bérházban, a Drágó utca, Hegedű Buda utca sarkán álló bérházban, amit Kovar Marta és Atta Dezső fejlezett, abban többek között egy fiatal ember dolgozott, egészen biztosan 2019 és 20 között, aki egy nagyon bájos, pikáns hölgyiknek udvarolt, sőt aztán össze is költöztek, a hölgyet pont a Bertának hívták, és az urat pedig Márfi Ödönnek. Márfi Ödön aztán annyira jól működött, vagy rövidesen már 1920-ban kiköltözhetett ebből a fővárosi műterem mérházból, és egy saját világ építettek magának, és aztán ott egy csinszkára, illetve csinszkára állókán is. Ugyanebben a házban alkotott például Bergot Csaba Vilmos, aki a nyolcak egyik fontos figurája volt, vagy már inkább a 20. század eredetán legendás festő Csermus Tibor, aki a 45 utáni festészetnek számos jelentős alkotását fog ebben az épületben alkotta. Például a Faxi, vagy a három legtöbb színű festményét, amit a 45 utáni, azt lehet mondani, hogy hát részben a szocialista, realista művészet, illetve a követő korszak, a 60-as évek korszakának nagyon emblematikus festményei voltak, és hosszának a sorban mondjuk a többi alkotását. Ma például Zeke Erdik lakítjuk a házban, és ha most így jobban kinyitnám ezt az albumot, akkor nagyon-nagyon sok név kellene, hogy elhangozzék, úgyhogy aki kihagytam, az remélem nem sértődik meg. A szecesszió, illetve már az abból kifelé tartó korszak hátulmányi utáni időszaknak is jelentős alkotásai vonulnak itt föl szép számmal, és az Art Deco, ami Magyarországon még mindig csak a közelmúltban került a figyelem, hát nem középpontjában egyáltalán a figyelem elé, ennek számos szép példája látható itt, például Jónás Kávit és Zsigmond, ez ugye még hát Núgó, vagy Szecesszió, a Pálás Bérház, itt található a kiállításon, és aztán azok a nagyon modern és lapos bérpaloták, amikor elnepésen nyilatkozott Szerbantal, nyilván kortárs építészet, mármint számára kortárs építészet nyilván egy kicsit idegen volt tőle, azoknak a legszebb darabjai, tehát az igazán első rangúak közül néhány itt a 13. kerületben, a Pozsonyi utcán is már part környékén találhatóak.
Gyula és Domány Ferenc, illetve Bursa Kedélya önmagában, egyedül tervezeti házai, Farkas Endrei György háza a Balazak utcában, illetve az Altoni Cukorgyár RT Vérház, amit a jelenlévőkben szerintem, mint a Dunapark Kávéház ismernek. És még itt ehhez nagyon közel a Hangovér Hámon Istvánnak a háromszög alaprajzú Vérháza, aminek nagyon szerelmesen a hatalmas nagyúnak is igaz épcsőjét pont a ház magjába helyezte a tervező. Én láttam ezeket a házakat kicsit letukkanva is. És mutogattam, hogy ezek a házak így is nagyon nagy hatással voltak hazai és külföldi részvevőkre a részvevőkre séták során. Én igazából azt mondhatom, hogy nem kellett hozzá egy kommentár. És azt lehetett látni, már lepukkant állapot utani, hogy aki értette ezeket az épületekhez, szó szerint lehessen az állni. De megújulva, színeiben egy kicsit élénkelten a részleteket helyüketéve, visszatéve, a felületeket megtisztítva, nem túlságosan termítve ezeket a részleteket, illetve az egész házat, ez még sokkal erősebb. És tulajdonképpen innen arra, amiről korábban beszéltem, és ami nem volt igazából a 16. kerület kortárs építészetére. Valaha ez is kortárs építészet volt, szerpanttal volt ezeket a képleteknek kortársa például, vagy éppen a helyi névagúra kortmikor. És nagyon-nagyon minőségi építészet volt itt a 16. kerületben, és a szerencsére nem jelentős része ma is látszik. Ami még külön nagyon nagy öröm, hogy volt, van figyelem a kerületben, és nem csak egyszerűen szellemi figyelem, hanem anyagi ráfordítás is ezeknek a nagyon értékes házaknak a megnyitására. Ami igazán nagy öröm, hogy ennek is van egy ilyen, egy további hatása, hogy elkezdenek ezek a házak élni a nem építészet történész számára is. Mert megcsillan a szó szoros, hogy átít értelmében egy-egy részletük, a laikus, a kihulláló számára is. És növeli a helyen való azonosulást. És ez egy nagyon-nagyon fontos eleme az épített környezet, amiről itt minden is beszélt, további alakításának, mert ez a fajta azonosulás a saját környezetemmel, a szűkebb környezetemmel,